Újra a fiatalok háza lesz, 100 lakás már bérlőre a Király utcában. Szebb látvány fogadja majd a Miskolcra érkezőket, virágba borul az aluljáró környéke. 10 nap, 10 év, különleges programsorozattal ünnepel Miskolc turisztikai szervezete. Jó estét kívánok! Kezdődik a Híradó 2022. szeptember 28-án szerdán 18 órakor. Jönnek a részletek. Újra a miskolci fiataloké lesz a Fiatalok Háza. A Király utcában a 80-as években eredetileg azért épült a háztömb, hogy a fiatalok könnyebben a saját lábukra tudjanak állni. A lakások azonban az elmúlt években elvesztették ezt a funkciójukat. A társasház tömbben most körülbelül 100 önkormányzati ingatlan található. A városvezetés mindegyiket miskolci fiataloknak szeretné bérbeadni. Ez pedig nem csak nekik, hanem a társasházakban élőknek is jó, hiszen az ingatlanokat felújítják majd, és megbízható lakókkal telik meg az épület. Függöny nélküli ablakok, lomos erkélyek. A Király utcai társasház tömbben jelenleg körülbelül 100 önkormányzati tulajdonú lakás áll üresen, de már nem sokáig. A társasházak a 80-as években eredetileg azzal a céllal épültek, hogy a miskolci fiatalok könnyebben a saját lábukra tudjanak állni. Az épület neve is ezt jelképezte, úgy is hívták, hogy a Fiatalok Háza. Ezt a funkcióját azonban régen elvesztette. A városvezetés szeretné, ha újra a fiatalok vennék birtokba az üres garzonokat. Az önkormányzat az elmúlt években úgy alakította át lakásgazdálkodását, hogy a fiatalok érdekei még inkább megjelenjenek a pályázatoknál. A fiatalok lakáspályázatának ez most már ugye a harmadik, az első a Fiatalok Házában, és ennek keretében a Király utca 1 szám alatt 17 lakást pályáztatott meg most a Miskolc Holding. A 17 lakásból 15-re pályáztak, összesen 104 pályázat érkezett, tehát most is azt láthatjuk, hogy nagy az érdeklődés a fiatalok lakáspályázatára, és ugye ez a pályázat zárult le most hétfőn. A nyertesek által megbízható lakók költöznek az épületekbe, hangsúlyozta Szarka Dénes. A jelentkezőknek ugyanis rendelkezniük kell Miskolcon bejelentett munkahelyjel, ahol legalább 6 hónapja dolgoznak, és vállalniuk kell egy legalább 20 ezer forintos lakástakarékosságot is. Emellett fel kell újítaniuk az ingatlanokat. A Miskolc Holding ezt úgy támogatja, hogy a munkálatokra fordított költséget az érintettek beleforgathatják a lakbérbe. Nem csak azért fontos a miskolci városvezetésnek, hogy felelősen gazdálkodjunk az ingatlan vagyonunkkal, mert ez egy ránk bízott nagy érték, hanem azért is, mert szerintünk az ingatlan gazdálkodás az a város építésének egy nagyon fontos eszköze. A fiatalok itthontartásának egyre fontosabb eszköze, hiszen azt látjuk, hogy a piaci albérletárak egyre inkább az egekben vannak, ehhez képest sokkal olcsóbban tud lakhatási lehetőséget biztosítani az önkormányzat. Annak érdekében pedig, hogy az összes Király utcai önkormányzati lakást bérbe tudják adni, a közeljövőben újabb pályázatot hirdetnek majd. A jövőben szebb látvány fogadja majd a vonattal Miskolcra érkezőket. Az elhanyagolt és rossz állapotban lévő tiszai pályaudvari aluljáró problémája régóta napirenden van, most pedig megtörténik a beruházás. A vasútállomás előtti lejáratot lefedik, helyére pedig virágtakaró kerül. Ez körülbelül 2 hetet vesz majd igénybe. Építési terület áll a tiszai pályaudvar egykori aluljárója előtt. A burkolatot már lebontották, a zsaluköveket pedig már elkezdték egymásra építeni. A miskolci vasútállomás előtti aluljáró környéke hamarosan teljesen másképp fest majd. Ezek pedig a virágos kertről már elkészült tervek. Verespál polgármester 2019-ben fontos célkitűzésnek tartotta a tiszai pályaudvar előtti elhanyagolt aluljáró problémájának megoldását. Ezt most sikerül megvalósítani. Az aluljárót lefedik, és egy virágtakarót kap majd. A lejáratot feltöltik törmelékkel és zúzalékkal. Erre készül egy medence burkolóanyag,
ami azt jelenti, hogy a csapadékot nem engedjük le nyilván, ami esik az aluljáróba, de ott is van egy csapadék elvezető rendszer, úgyhogy ha még lenne és elmenne a csapadék, akkor el tudjuk vezetni, illetve erre kerül egy humuszréteg, és plusz még beépítésre kerül a föld alá, a földszíne alá két darab 1 köbméteres tartály, amit feltöltünk vízzel, és innen a téren lévő növényanyagoknak a locsolását biztosítani tudjuk. Az aluljárót azonban úgy fedik majd le, hogy bármikor visszabontható legyen. Hogyha itt egy nagyobb aluljárófejlesztés, vagy akár itt egy intermodális csomópont fejlesztés, ugye erről volt szó még régebben, illetve az Y-híd folytatásaképpen itt esetleg egy kivezető út vagy a tér rendezésére sor kerülne. Természetesen nem véglegesen fedjük le ezt, hanem visszabontható lesz viszonylag minimális költséggel. Tehát egy olyan műszaki megoldást kértünk itt a városgazdától, amivel ez biztosítható. A beruházás az időjárástól függően 2 héten belül elkészül. Az önkormányzat külön keretet biztosított az aluljáró fejlesztésére 3,5 millió forint értékben. Kérdezni sem kellett az elkövetőket, nevüket ugyanis felírták a falra. Perceken belül sikerült elkapni azokat a fiatalokat, akik a nemrégiben átadott új parkot falfirkákkal csúnyították el a horvát tetőn. A rendészek és a rendőrök lakossági bejelentés alapján érkeztek a helyszínre, és azonnal intézkedés alá vonták a 3 elkövetőt. Több szekciós játszótér, földbesülyeztett trambulinok és egy skatepark is helyet kapott a horvát tetőn. A miskolciak augusztusban vehették birtokba a jól felszerelt szabadidőparkot, ami ezidáig sértetlen állapotban volt. Gyakorlatilag erről szól a történet. Zsolt, Milán, Brigi. Áll az elkövetők neve a gördeszka pálya egyik falán. Ez azonban csak néhány a falfirkák közül, amikkel a fiatal elkövetők szándékosan csúnyították el a parkot. A lakosság észlelte a cselekményt, éppen a fújás pillanatát is, és ezt jelezték felénk, illetve hát a rendőrség tevékenységirányítási központja felé is, és természetesen visszatartották addig. Erre egyébként bűncselekmény elkövetőjét bármely állampolgárnak joga van helyszínen visszatartani, és a hatóság részére átadni. Ez történt jelen esetben is. Ezek a firkák művészi értéket nem hordoznak, ráadásul az elkövetők tettükkel jelentős anyagi kárt okoztak a városnak. A 3 fiatal ellen rongálás miatt indult eljárás. A rongálás vétsége akár 1 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Amit azonban kevesen tudnak, hogy a rongálással okozott kár, mert hogy ez kár, az a kártérítési eljárás során akár több 100 000 forintra is rúghat, mivel ezeknek a feliratoknak az eltávolítása igen költséges és bonyolult feladat. A bűnügyi osztály vezetője hozzátette, a fiatalok a gyanúsítotti kihallgatásukon beismerő vallomást tettek, egyben megbánták meggondolatlanságukat. Azok, akik nem rongálás céljából, egyszerűen hobbiból szeretnének alkotni, hamarosan egy arra kijelölt helyen büntetés nélkül megtehetik azt. Az Y-híd lábánál a Vörösmarty utcán az elbontott épületek helyén hoznak létre egy graffiti parkot, ahol kijelhetik majd kreativitásukat az alkotók. A Demokratikus Koalíció sem támogatja a miskolci vízmű állami kézbe történő átadását. Erről Mokrai Mihály önkormányzati képviselő szerdán sajtótájékoztatón számolt be. A politikus elmondta, a Velünk a Város frakció előző esti ülésén Veres Pál polgármester tájékoztatta a képviselőket a vízművel kapcsolatos tárgyalások jelenlegi állásáról. Ezt követően a DK elnöksége ülésezett és arra a döntésre jutottak, hogy ezekkel a feltételekkel nem járulnak hozzá, hogy Miskolc átadja az államnak a vízművet. A kormány ugyanis arra kötelezi a várost, hogy fizesse ki az intézmények teljes vízi közmű tartozását, miközben ígéretet nem tesz arra, hogy feltőkésíti a céget. Mokrai Mihály úgy fogalmazott, idézem, nem lesz jobb a víz Miskolcon, nem lesz olcsóbb, sőt, drágább lesz a víz Miskolcon. Emellett pedig a város az irányítást is elveszíti a szolgáltató fölött. Eddig az idézet. A politikus szerint ez határozottan nem éri meg Miskolcnak, nem éri meg a miskolciaknak. A megbeszélések során, amit a legutolsó rendkívüli közgyűlésen adtunk a polgármesternek, az derült ki, hogy az állam nem rendelkezik megfelelő forrásokkal ennek a üzemeltetéséhez. Az állam semmi más nem akar, csak elstandolni akarja, mint a pásztorik, a üveggolyókat a miskolciak
vagyonát a vízműveket, ami 15-20 milliárd forint körüli vagyontömeg. Továbbra is tájékoztatást szeretne kapni a megyei központi kórháztól Bazin Levente és Barta György. Az önkormányzati képviselők még nyáron tartottak sajtótájékoztatót arról, hogy a Diósgyőri Tagkórház járóbeteg ellátásának megszűnése miatt aggódnak. A helyzet szerintük azóta sem változott. Mint mondták, számos lakossági megkeresés érkezik hozzájuk az üggyel kapcsolatban. A kórház a legutóbbi alkalommal arról tájékoztatta a híradónkat, hogy a dolgozók felhalmozódott szabadsága miatt a szokásosnál jelentősebb ellátási átcsoportosításokat kellett végrehajtani, de az intézmény vezetése nem foglalkozik a járóbeteg szakrendelések strukturális átalakításával. Sajtótájékoztató a Diósgyőri Tagkórház épülete előtt. A résztvevők, a téma és az aggodalmak is ugyanazok, mint két hónappal ezelőtt. Július végén Barta György és Bazin Levente arról beszéltek, hogy tájékoztatást szeretnének kapni a kórháztól a szakrendelésekkel kapcsolatban. Akkor ugyanis olyan információk jutottak el hozzájuk, miszerint elköltözhet a tagkórház, megszűnhet a járóbetegellátás. Az önkormányzati képviselők szerint azóta pozitív változás nem történt. Annyi változás sajnos már történt a nyári sajtótájékoztatóhoz képest, hogy a nőgyógyászati rendelés már nincs itt, a szemészeti rendelés sem üzemel, azt nem tudjuk miért. Jó lenne, hogy ezekre a kérdésekre választ kaphatnánk, valamint tájékoztatni kéne a lakosságot. A kórház legutóbbi közleménye szerint a dolgozók felhalmozódott szabadsága miatt a szokásosnál jelentősebb ellátási átszervezéseket, átcsoportosításokat kellett végrehajtani. Válaszlevelükben akkor azt is leszögezték, hogy az intézmény vezetése jelen körülmények között nem foglalkozik a járóbeteg szakrendelések strukturális átalakításával. A kérdés azonban a Velünk a Város frakció politikusai szerint továbbra is fennáll. Hetek óta zárnak be a szakrendelések egyre huzamosabb ideig, és úgy gondoljuk, vagy úgy sejtjük, hogy ez várhatóan tartós lesz, és itt valóban egy leépítési hullám kezdődött meg. Természetesen a kórháztól nem kapunk pontos tájékoztatást, ugyanúgy, ahogy nem válaszolt a kérdéseinkre Kis János, a terület országgyűlési képviselője, valamint Alakszai Zoltán, ugye a kormányhivatal élén a főispán, akihez szintén a kórház gazdálkodása tartozik. Bazin Levente hozzátette, az önkormányzat továbbra is nyitott a kommunikációra, és mindenképpen szorgalmaznák, hogy közösen tudjanak felkészülni a történésekre. Mint mondta, szeretnék megteremteni a lehetőségét annak, hogy folytatódhasson a kismama gondozás és megmaradjanak a szakrendelések. 10 napon át tartó programsorozattal ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Midmár Kft. Miskolc turisztikai szervezete különleges városnéző sétákkal, kedvezményekkel és nyereményjátékokkal is készül az érdeklődőknek. A programok szeptember 27-én a Turizmus Világnapján kezdődtek. Lilafüredi libegő, miskolctapolcai barlangfürdő vagy éppen erdei kis vonatozás. A Turinform iroda bőven kínál programokat az ide érkező vendégeknek és a miskolciaknak is immár 10. éve. A kerek születésnapra való tekintettel 10 napon át tartó programsorozattal készülnek, nem csak a turisták számára. A helyi szolgáltatóknak szeretnénk bemutatni azokat az attrakciókat, amelyek újak vagy megújultak Miskolcon. A program sorozat szeptember 27-én a Turizmus Világnapján indult. Ukrán menekült gyerekek részére szóló ingyenes városnéző sétát szerveztünk, ahol a miskolci állatok nyomába eredhettek a belvárosban, és a következő napokban is nagyon érdekes programokkal készültünk. 10 napon keresztül 10% kedvezményt kínálunk a Miskolcbolt termékeire. Lesznek további városnézősétáink, így például 29-én csütörtökön a Csodamalom Bábszínház Miskolci Mesék című előadásához kapcsolódó sétán vehetnek részt az érdeklődők. A Hello Miskolc Facebook oldalon nyereményjáték is indul, amelyre a városról készült fotókkal lehet nevezni, illetve olyan tartalmakat tesz elérhetővé az iroda, amelyek által felfedezhetik a várost az érdeklődők. De terveztünk olyan bakancslistás helyeket is, amelyeket mindenképp érdemes meglátogatni annak, aki Miskolcra érkezik, vagy éppen annak, aki itt él egyébként, és szívesen felfedezni többféle szempontból a várost.
A szervezet 10 éves munkájáról blog és videófilm is készül, aminek az is aktualitást ad, hogy a Turinform Miskolc irodát nemrégiben a Magyar Turisztikai Ügynökség az ország 3 legjobb irodája közé választotta. Tisztújítással és összegzéssel zárta az évet a Miskolci Diák Önkormányzat. A szervezet éves közgyűlésén Varga Andrea alpolgármester mondott köszönetet az egyre bővülő létszámú Miskolci Diák Önkormányzatnak. Az eseményen új elnökségi tagokat választottak, majd a voksolás után megalakult a Miskolci Városi Diák Önkormányzat 2022-2023-as tanévre érvényes elnöksége. A napirendi pontok részeként újabb 13 intézmény csatlakozott a Miskolc Városi Diák Önkormányzathoz, azaz ennyivel is több iskola diákjai képviselhetik kortársaikat a városi szervezetben. A következő napokban szükség lesz majd az esernyőkre, a részletekről bővebben a hamarosan kezdődő időjárás jelentésben hallhatnak. Mai riportjainkat a minap.hu-n visszanézhetik, maradjanak továbbra is velünk, 19 óra 25 perctől új adással jelentkezik a Kilátó. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!